Nem. 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 A tanítványom. 2045-ben járunk. A polgárháború kiterjedt egész Európára. A jövő hirtelen múltá vált. Az állam többé nem létezett. Fegyveres bandák járták az utcákat, és harcoltak egymás ellen. Az országban káosz uralkodott, és rombolás. A véres harcok évtizedekig húzódtak. Aki tudott, elmenekült. De a többség itt maradt. Nem. Nem. Az idő végtelen kereke visszafelé forgott. A modern fegyverek is feledésbe merültek. Karnak, a kegyetlen király ragadta magához a hatalmat az ősi harcművészet segítségével. Felállította a hadseregét, és szinte minden csatát megnyert. De az ősi harcművészet legrejtettebb, legbensőbb titkai egyelőre rejtve maradtak előtte. Az öreg mesterek megtagadták, hogy tanítványukul fogadják. Ezért Karnak úgy döntött, megöli az ősi titkok ismerőit. Könyörtelenül üldözte őket, határtalan gyűlölettel, majdnem minden mesterrel leszámoltak. A bátyámmal is. De a mondás szerint még azelőtt ást ki a kutat, mielőtt megszomjaznál. Ezért a nagymesterek összegyűjtötték a titkos harcművészet lényegét egy könyvben. Sosem kerülhet rossz kezekbe. Nem. Nem. Hadüzenet. We'll be right back.
Köszönöm. Mindent. Nem jössz velem? Nem lehet. Ha a házunk felé jársz... Majd füvet nyírok. A pince tele van. Vidd el. Rendben leszek. Nem segíthetsz rajta. Akkor eltemetem. Linda megmentette az életem, de kötelességem volt megtalálni a könyvet, amiért a mesterem élt és meghalt. Ez a könyv volt a legnagyobb kincse, ebben gyűjtötte össze a tanait. Vissza kellett szereznem. A mennykapuja. Ugyanaz a város volt, és mégis, mintha egy sötét árnyék ült volna a romok felett. Hova bújt? Hova bújt? Nem láttam. Mondd, szórakozol velem? Szólalj meg, vagy ráduszítom a csapatot. Nálatok így szokás? Hatan egy ellen? Felőlem legyen, vállalom. Kezdjük. Mehettek! Yeah!
nyugodj le! Nem izgulok. Halott vagy! Minden rendben? Nehogy megköszönd. Nélkülem is sikerült volna. Azért köszi. Szívesen. Mit akartak tőled? Nem vagy ide valósi? Hát is. Régen jártam erre. Szóval mit akartak? Szót fogadtak Boszkónak. Boszkó. Hazudsz! Jonas halott! Esküszöm. Láttam. Jonas Klingenberg halott. Megértette? Hadnagy. Igen, parancsnok. Nem akarok bajt. A könyvért jöttem. Bármit megadok érte. Van, ami megfizethetetlen. Hadd legyek a tanítványa. Van tanítványom. Már csak volt. Kezdjük a leckét.
Amikor minden csatát megvívtak, és összeszámlálták a halottakat, az egész ország kiszolgáltatott lett Karnak elnyomó uralmának. Karnak legyőzhetetlennek tartotta magát. Párbajra hívott engem. A hiúsága nem hagyta nyugodni, amíg saját kezüleg le nem győzi az utolsó mestert. De a könyv bölcsessége engem segített a harcban. És Karnak az én kezem által halt meg. Az ország feletti hatalma hirtelen köddé vált. De óvakodj! A gyűlölete tovább él a gyermekeiben. Mit hallok? Jonas él? Hogy titkolhattad el? Ide fog jönni, hogy visszaszerezze a mestere könyvét. Ez nem történhet meg. Én juttattalak hozzá. Hát ide hallgass. Ha Jonas még él, akkor az csak a te hibád. Olvasgass csak. Úgy sem segít. Ne aggódj, megoldom. Tökéletes. De te nem. Október 4-e. Folytatom a munkát. A könyv egyes részeit nem tudom megérteni. De valamit már tudok. Az apám alábecsülte a régi hagyományt. Meg vagyok róla győződve, hogy tanulmányaimban az áttörés előtt állok. Hamarosan legyőzhetetlenné válnak a tanítványaim. Thank you.
gyorsan! Elkapnék! Állj meg! Kapjátok össze magatokat! Futás! Igen! Gyerünk, emberek! Utána! Igyekezz! Hol a lábám? A fenébe. Hol a pokolban vagyunk? Jonas! Bújj elő, gyáva féreg! Lehúgyozom a mestered csírját! Te szemét! Lám, 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 lám. Nem néztél a lábad elé? Micsoda nap. Jöhettek. Tiszta a terep. Miféle madár ez? Nézzük csak. Úgy látom, nem papagáj. Mi legyen vele? Leengedhettek. Lehetne. De mégsem. Először fizetned kell, ez a mi bunkerünk. Semmim sincs. A ruhát, a cipőd nem nekem kell. Hát akkor kinek? Az embereim sokat fáznak. Engedd le. Vetkőzz. Vetkőzz. Hoppá! Keresed a bajt? Megtaláltad, barátom? Nem barátkozom. A te bajod. Adjál neki! Hé!
Csak vigyázz! Össze nekend a cipőm! Jó kis bot ez! Folytathatjuk? Jó nagyot tudsz ütni. Megtarthatom a cipőm? Úgy sem tetszik a színe. A barátaim. Malte, Frank, Ono, Mari. A bátyám Vincent. Jonas vagyok. Leo, azt hittem, már nem is szeretsz. Szoktam haragudni. Na, vannak híreid? Az embereim megtalálják. Az embereid bénák. Te már csak tudod. Küld az újakat. Nem fejeztem be a kiképzésüket. Hülyeség! Nem érted a könyvet. Nagyon is jól értem a könyvet.
Az egészséges rügynek időt kell hagyni. Rosszabb vagy a mesterednél is. Te segítettél hozzá. Igen. Hogy kiírd a fajtáját. Egy életre elegem lett a bölcsességükből. Felőlem mind megrohadhat a kis lyukában. Apánk most büszke lenne rád. Bosszút kell állnod apánkért. Ne aggódj! Jonas hamarosan csatlakozik a mesteréhez. Remélem. Nincs esélye. Ezzel a könyvvel olyan hadsereget képzek ki, amilyet el se tudsz képzelni. Apánk birodalma új erőre kap. Én általam. Mi általunk? Ugye? Öcsikém. Persze. Igen, igen, mi általunk. Hagyd már abba. Visszajössz te még. Te kényes dög! Ülj le közénk. Miért bujkáltok? Dezertáltunk. Dezertőrök. Bosco besorozott minket. Kényszeríti a katonáit? Agymosás. A katonákat addig kínozzák, amíg engedelmeskednek. Miért nem védekeztek? Lehetetlen. Kevesek vagyunk ellenük. Hol találom ezt a Boscót? Dél felé. Mindenki elmenekült, ő meg szépen berendezkedett. Értem. Kösz a vacsit. Hé, talán bejutsz. De elkapni. Nehéz. Meglátjuk. Rambusat játszol? Az meg ki a csuda. Majd jövök. Arra menj. És a spicli? Mindjárt jönnek Boscóék. Tudja, hol vagyunk. Nem besúgó.
Igyunk! Igyunk! Na, ez kellene? A mestered csak az idejét pazarolta. Ezt keresed? Vince! Fogd azt a könyvet és tűnj el! Kifelé! Riado! És most? Na jó, ha leértél. Bukfence. Remek. Egy, kettő, három! Hé, arra! Faszold ide! Dobom! Köszi. Megérte? Mindenképpen. A mindenit, azt hittem szakácskönyv. Micsoda? Frankra ráférne pár új recept. Dobd le magad. Mál, te öreg haver. Mi van veled? Kockára teszed az életünket. Egy könyvért. Sokat jelent neki. De nekünk nem. Bosco megölérte. Meglátjuk. Hogyhogy meglátjuk. Bocs, de nem akarok meghalni. Nyugodj meg. Ennél már nem lehet rosszabb. Elbújni, feltűnés nélkül. Nem ezt mondtad? Nem ülhetünk örökké egy lyukban. Igaza van, Pajti. Így nem mehet tovább. Te tudod,
Olyan furcsa lett. Ugyan, majd megnyugszik. Ne aggódj már. És vele mi lesz? Maradhat. Velünk van. Megvan az utat, Pajti? Haladok. Tegyél egy kis kitérőt. Köszönöm. Olvasd fel. Azt nem lehet. Miért nem? A könyvet több mester írta. Mind a saját nyelvét használta, a saját titkos írását. Megtanultam a jelek olvasását, de nem tudom kiejteni. Mekkora hülyeség! Miről szól ez a könyv? A harcművészet lényegéről. Ezért kéne Boszkónak is. Biztos benne van, hogy rúghatsák be minket. Ez a könyv hatalom. Nem kerülhet újra rossz kezekbe. Tanítanál? Nem tudom. Eltűnt a könyv. És Jonas? Ő is. Hogy történhetett meg? Mit tudom én? Nincs egyedül. Változtass taktikát. Hogyan? Például gyűjtsd be a csavargók téli készletét. Ugyan minek? Vagy megtalálják Jonast. Vagy végük. És ha ellenállnak? Nem kár értük. Mi? Le akarsz lőni? Vagy dugjunk? Legyen mindkettő. Ismeritek Jonas Klingenberget? Nem. Keressétek meg nekem. Gyújtsátok fel! Vigyázz! Ez meg honnan van? A leveshez kellett? Hagyjad, egészséges. De szörnyű az íze. Mit tudsz te erről? Hé, Vincent, van egy kis gond. Mi a baj? Te vagy Jonas Klingenberg? Én vagyok. Te szemét! Most téged, te rohadék! Hé, Vincent! Elég! Na! Hadd beszéljek én. Miattad dúlták fel a katonák a várost.
Mondtam, hogy baj lesz vele. Vigyétek csak. Kussolj! Hogy hívnak? Ben vagyok. Az öcsém Gregor. És miért jöttetek ide? Szeretnénk túlélni. Akkor csatlakozzatok. Ezt hogy képzeled? Visszavesszük, amit elvettek. És hogy csináljuk? Támadással. Csak a harc érdekel. Ki mondott ilyet? Bosco katonái jól felszereltek. Túlerőben vannak. Nincs esélyünk. Ez az esélyünk. Jobbak lehetünk Bosco katonáinál? A szakácskönyvvel? Pontosan. Rendben, akkor hát kezdjük! A mesterem azt mondta, én taníthatlak, de az erő a szívedből jön. A harc általad él, nem te ő általa. A fejetek legyen tiszta és hideg, mint a hegyi patak. A szívetek forró, mint az izzó acél. Ez az út vezet a tudáshoz. Tanulj meg harcolni, harcolj, és ha már nem kell harcolnod, mindent felejts el. Az egyszerűség és a tisztaság a természet alapvető értékei. A valódi művészet is az. Október 11-e. Nos, már az ellenség is ismeri a könyv titkait. Az erő és a harag lesz a döntő. Úgy határoztam, a legvégsőkig elmegyek a harcban. Győzelem. Vagy halál. A mesterem azt mondta, az áramlással szemben úszva jutsz el a forrásig. És tovább. Ha az elméd tiszta és érzelmektől mentes, egy dühöngő tigris sem tud ártani neked. Szabadság kéne? Akkor harcoljatok. Yeah!
egyre jobban tetszik ez a buli. Jelents! Semmi nyoma. És miért, ha kérdezhetem? Megtámadta az egységemet. Elveszi az élelmiszert és kiosztja közöttük. Mellette állnak. Nem érdekel, hogy ki támogatja. De ha hamarosan nem jelentkezel a jó hírrel, Ulrich, meg foglak ölni. Értem. Malte, Mizu is. Mi bajod van? Már egy ideje rossz a kedved. Minden rendben van? Szerencsénk volt, de nem lesz mindig így. Nyugodj meg, pajtás. Boszkó nem sokára feladja. Srácok, elindultak. Mehetünk. Én nem megyek. Hé, ne csináld. Nem lesz baj. Nem akarom. Sajnálom. Maradj. Adj gázt! Mi? Tapos bele! Na most mi lesz? Nem tér ki. Dehogy. Térjetek már ki! Tér ki, te szemét! Nem térhetsz ki! Nem térhetsz ki! Tér ki, tér ki!
Sziasztok! Hello! Hello! Ti meg kik vagytok? Hát a főnyeremény. Megtanítunk mulatni. Jó. Van mit ünnepelnünk. Nem igaz? Dehogy nem. Megérdemled. Tessék! Kapjátok el! Mert? Tessék! Hé! Nekünk is adjál! Tegnap is bevédeltél! Ellenőriztem a minőséget! Új parancsnok kell. Az ellenség helyett őket írtod? Hagyjuk ezt. Ez meg ki? Jonas embere. Kérem. Muszáj volt tenni valamit. Mennyit tud? Mindent. Jó. Ha hazudtál, akkor kitépem a golyóidat. De az nem ma lesz. Használjuk ki az időt. Húgom már megköszönte? Micsoda? Hogy megmentetted az életét. Nem egészen. A helyedben ragaszkodnék hozzá. De légy kedves vele. Ismerem a bátyját. Jó, majd vigyázok. Juhu! Elég meleg van itt, nem? Sétálunk egy? Hát persze. Mióta vagy szerelmes belém? Ki mondta, hogy az vagyok? A szemed. Á, persze.
Szóval, mióta? Hát talán egy órája. Mindegy. Jól táncolsz. Köszi. Boldog vagy? Nem tudom. De azt hiszem. Figyú, láttad Máltét ma már? Fogalmam sincs, hol van. Nem tudom. Baszka. Port a porhoz. Hamut a hamuhoz. Ki beszél? A király szolgája vagyok. Mert ő engem küldött hozzád. Eresz be! Megismered a királyodat. Hol a társad? Beszélj! Kiugrott kajáért? Beszélj! Jó, jó. Most dugja meg az anyádat. Vigyétek ki!
Honnan tudjam, hogy hol rejtőzik? Úgyis utolérem. Te tudod. Le fogom róla húzni a cipőt, és mezitláb lököm majd a tűzbe. Mire megfordul, körülöttem mindent lángtenger borít. Körbeveszi. Öreg, te nem vagy komplett. Holnap, a tűz előtt. Majd elmondom, hogy végzek vele. Nos, tévedtél. Jonas nem volt ott. Úgy tudtam, ott lesz. Kérem, esküszöm. Üsd! Mit csinálsz? Vincent talán még él. Mennem kell. Mehetünk. Ha Jonas nem jön el, bajban vagy. Jönni fog. A férfiak kutyák. Kutyák? Csontot nekik, és csóválják a farkukat. Kezdjétek! Azt is! Ha bent vagyok, riadóztas. Ha nem figyelnek, kihozom, jó? Rendben van. Vigyázz magadra. Megvan már a srác? Okos vickó vagy. És nagyon büszke. Tudod, én csakis az urat szolgálom. Ti ördögök megöltétek a nejem. Most jön a bosszú. Isten adta! Enyém a bosszú joga szemét. A lábad. A tűzbe. Az utolsó kívánságod? Basszátok meg! Na-na. Próbáljuk még egyszer. Elég ebből. Lássam, ahogy ég. Készüljetek. Készüljetek! Ha!
Nem csak a férfiak kutyák. Ne grimaszolj! Hozzátok! Fákját le! Jonas! Szedj már le innen! Mire vártok mi? A fejét akarom! Szedd össze magad, öcsi! Ezért megfizetsz! Mérget vehetsz rá! Készüljenek a harcosok! Mári, fogolj! Már nem sokáig. Gyere! Az első sorból nézheted végig! Na és most? Enyém a jobb szány, tiéd a bal. Jó terv. Ez a bosszú apám haláláért. A tanítványom meg fog ölni. Come on.
ez a mestere technikája? Látod, a tanítványom mindent tud, viszont erősebb nálad. Részemről a szerencse. Sziasztok! Na, szia. Ne köszönges. Mondd meg, hol a húgom vagy hamarosan.
Most mi legyen? Megölsz? Vagy megdugsz? Mi is volt az első? Rossz válasz. Sosem érhetsz fel a mesterrel. Ó, milyen megható. Ki az első? Aki kérdi. Vincent! Nézd, szállingózik a nép. Bemutatok valakit. Kicsodát? Az őrangyalomat. Így végződött Boszkó és Cleó uralma. A szabadság hírére egyre többen tértek haza, újjáépítették a várost. A kastély a harcművészet új iskolája lett. Az utolsó tanítvány alapította, a mesterének.
magyar hangok. Seder Gábor, Juhász Zoltán, Tóth Roland, Karácsonyi Zoltán, F. Nagy Erika, Künc Anna, Bordás János, Balázsi Gyula, Pálmai Szabolcs. Magyar szöveg Niklosz Krisztina. Hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos. Gyártásvezető Szőke Szilvia. Szinkronrendező Somu Andrea Éva. A magyar változat a Warner Home Video Magyarország Kft. Megbízásából a Laborfilm Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit. We'll be right back.
set me free. But the hate's holding that the years would make a change. I have to rearrange. I'm lonely as can be. So tired. Just you could set me free.